Szép estét kívánok mindenkinek, sziasztok! Na, nézzünk, hol járunk, mint járunk. Várjatok, kicsit magamhoz térek. Na, szóval, szia Elit, hello, hello. Szia Levi, szia Tankelit, szia Misabá, hello, hello. Szia Zozó, szia Sanyi, sziasztok. Üdvözlök mindenkit mai napon. Európában fogunk egy kicsit kamionozni, és mai napra arra gondoltam, hogy élő állatok szállításával fogunk majd foglalkozni. Úgyhogy most gyorsan be is szerzek egy hát egy marha szállítóvagont, vagy tök mindegy, minek nevezhetjük, mert nem csak marhákat lehet vele vinni. Kecskét, birkát, disznót, ami jól esik. Szóval a mai napra lehet jönni nyugodtan, konvoj el van indítva, van még 7 darab szabad hely. Jó, úgyhogy lehet, hogy ugrálni fogunk. Szia Laca! Lehet, hogy ugrálni fogunk városok között, mert hogyha az adott városban nem fogunk találni élő állatszállítást, akkor arrébb kell, hogy álljunk, de remélhetőleg sok helyen lesznek majd marhák, akik lehet vinni. Szia Ádi! Sziasztok, sziasztok, szia Herman. Na, mi újság, kinek hogy telt a napja? Kinek mivel telt? Ugye, akik Romániában élnek, nekik már lehet, hogy ez rövid. Rövid hét. Perectől halva, meg Sanyitól. Ugye az ünnepek véget. De hát ugye, ki a világ többi részén van, annak még szerintem munkás nappal telik. Szia Mackó tesó, hello, hello. Üdv mindenkinek! Sziasztok! Na! Nem tudom, hogy ezt a sűjesztett hasmagasságot, vagy ugye a hagyományost kellene vinni. Ugye ennek a tengelytávja az rosszabb lesz, mert ugye picivel hátrébb van. Szia Elit, hello, hello. És másabb lesz a szabadság on. Jó móka az élő állat, jobban kell figyelni a kanyarokban, kereszteződésekben. Jaja. Mindegy, maradjon ez könnyebb. És jól tudom, festett színűt. Metálfény. Metált bírod? Ah. Maradjon ez. Ide. Fel tudunk tenni egy ilyet. Nagyon jó. Oké. Ezt itt mindenféleképpen. Hát ez így jó lesz. Ide mit tudunk feltenni? Ventilátorokat mindenféleképpen fel kell tenni. Festett ventilátor jó. Direkt van osztott monitorod? Nem. Csak lusta vagyok átkapcsolni. A stűjesztett elvileg több fér, viszont könnyebben felakad. Nem első, Rex eltelefonálta tőlem a sanszot. Hát az úgy gáz. Adunk neki egy kis világítást. A gumit mindenféleképpen teszünk rá valami Michelin-t, de én kifejezetten utálom, ha a gumi festett, nem tudom. Olyan 1900-as évek elejét. Ez így jó. Pótkerék. Hát. Ez így jobb. Hát természetesen. Jó, lesz a festett. Jó. Teszünk ilyeneket, bár nagyon sötétbe úgyse látom magamat hátulról, de
De az nem baj, hogyha van fénypompa. Jaj, nem az X-re akartam. Na ki a Jampi? Ez jó lesz. Szervusztok! Szia Gyuri bácsi. Ide is beteszünk egy ilyet. Ott is ott van. Nagyon jó, arrébb visszük. Akkor ezt is itt lezárjuk. Ezt is ide felpakoljuk. Ide is teszünk. És szerintem ennyi. Ennyi. Vásárlás. Tegyük magunkat ide. Burgaszi garázsba, és valahogy... Szia Karcsi, szia Sanyi, hello, hello. Na várjátok, most valahogy rá kell pótkocsi kezelő, élő állat használatra felvéve. Nagyon jó. És azt jelenti, hogy nézzünk egy fuvart. Nem világtérkép, hanem vállalkozói fuvar. Elvileg itt valahol, környéken volt élő állat szállítás. Norbi 83677, köszönöm szépen. Saját pótosat kell néznem, saját pótos fuvar. Ó. Na, figyeltek, tök jó. Törökország, jó, vigyünk el marhákat, tökéletes, köszi a tippet, ha már vettél sajátot, jó, ezt még tanulnom kell. Szia Gyuri bácsi, szia Elit, szia mindenki. Ezt akkor beállítjuk célállomásnak. Jó, azt a részét még annyira nem értem. Aha, viszont nekem teleportálnom kell, és ugye per pillanat a szerbizbe, várja. Elvileg, ha beugrok a garázsba, akkor ott leszek. Megvan. Szóval, így fogunk kinézni a mai napon. Hát pirosat a piroshoz. Hát én szintévesztő vagyok, úgyhogy lehet, hogy nem illik a kettő. Lehet, hogy nem fogsz mindenhol találni saját pótos állatszállítást. Semmi baj, ezért mondtam azt, hogy ha lesz olyan, akkor majd ugrálunk a városok között. Akkor ugrálunk a városok között. Figyelj már, HP amúgy mit rontottak el ezen az MLN-en? A tegnapi adásodnak a címe az volt, hogy már el is rontották, vagy valami ilyesmi. Mi hiba történt? Látok, ezt kikapcsolom. Jó. Belső nézetben van minden amúgy, hogy... ...14 sebességes. Gagyi mén a váltót tettek bele. Tragikomédia? De hát nem kötelező azt a váltót használni, vagy igen? Egy kötelező HP. Akinek van kedve, gyertek, csatlakozzatok. Megmentjük a világot, jó? Összeszedjük a világ kóbor marháit. Jó, és akkor elviszik őket valahova. Nem tudom, hogy itt hogy kell indexelni, nem ismerem az ilyen körforgalmakat. Jártatok már ilyen dupla körforgalomba? Igen. Iszonyatosan szar. Nem, meg kell szokni.
Ha, oké, Gyuri bácsi. Érted, itt Szabolcsiába. Érted. A szélsőbe csak akkor mehetsz, hogyha lekanyarodsz. Addig a belsőbe kell lenni. És akkor a körforgalomba kell sávot váltani? Igen. Az úgy nagyon finom. Az ott istenesen finom tud akkor lenni. Mennyit kell amúgy mennem? 278 kilométert. Én azt ott valamit akkor nagyon elcsesztem. Szia Petyus. Azt ott én valamit nagyon elrontottam akkor. Hogy kell egyáltalán mennem? Várjatok. Állok, ne foglalkozz el vele, ne foglalkozz vele. Aha. És akkor... Jó, Plevnába kell átjönni. Remélem jól csinálom. Ebben a részében még nem vagyok nagyon járatos. Igen, amúgy ez az új. S, persze semmi extra, ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a párhuzamos közlekedés esetén. Jó, oké, csak érted. Itthon azért nem sok helyen van ilyesmi. Aztán amikor először keveredsz oda, legközelebb Miskolcon tudok ilyen körforgalmat. Miskolc környékén. Nyíregyházán nincs is, vagy Szabolcsban. Aki nem jár ilyen helyeken, annak kicsit gáz lehet, nem? Szerintem. Na, el itt már itt van mögöttem. Hogy érzed magad, Elit? Szia, Tactical! Hello, hello! Na, úgy nem tudom, hogy Tank Elit itt tartózkodik-e még. Csak nem érdeklődsz valami chillesebb game után, kedves Elit uram. Pest környékén évek óta tele van, mégis okoz gondot a sofőröknek. Szia Jani Fater, hello, hello. Hát most Laca. Ez olyan meglepő. Csoda, hogy egyáltalán nem balkáni állapotok vannak. Szia Koran, hello, hello. Na, akinek van kedve, még tudtok jönni csatlakozni. Élő állatokat fogunk szállítani a mai napon. Megmentjük a világot a marháktól, meg a disznóktól, mit szóltok hozzá? Jövök én is, csak bejöttem javítani. Gyuri bácsi. Meg pirosat kaptam. Akkor pill és jövök, gyere! Nem, most már elkezdek majd ilyen saját pótos fúvarokat vinni. Nem, az a mód lenne jó, ami ugye a tandemet biztosítja, de hát nem is néztem, hogy kijavították-e már. Aztán a frissítések hátán nem biztos, hogy mindig elérhető lesz.
akkor elvállalása. Misa bá, nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm a 31. hónapja csak úgy adat. Köszönöm szépen, és megtisztel, hogy ilyen régóta érdemesnek találsz rá. Köszönöm szépen. Na, próbáljuk meg a... Szerintem ez a... Ez mellé megy. Pedig szép, szépen mozog a fülke. Na, bepakolják a... az árut. Ez nagyon inkább úgy nézett ki, mint a Mirelit marha lenne. Milyen kis ezüst színű emelnet van elit. Milyen szín az? Amúgy jól néz ki. Figyeljetek már vele, mi történt. De amúgy itt tényleg a valóságban is ennyire szemetes a környék. Már egy Gyuri bácsi, megpróbálok kijönni. Téged nem összetörni. Kiállok ide a patkára. Állj már, hogyha felbír jönni. Ó, benzin. Bemegyek a benzinkútra. Célszerűbb. Csak ott be tudok várni mindenkit. Csak hát itt ezen a környéken a közlekedéssel van egy kis probléma. Akarna. Most Romániába. Hallod itt ilyen... Katasztrófa, hátán katasztrófa. Itt az életben nem jutunk ki. A korrent meg kell várni. Mert érkezik. A közlekedés olyan balkonos, jaja. Ahogy mondod, olyan balkános. Hát itt nem nagyon foglalkoznak, Laca, azzal, hogy mit mutat a lámpa. Egy 568 kilométer, az nincs messze. Pilés jövök. Csak még javítani kell a Verdát? Rendben. Hát megálltok. Hát itt megállt az élet, Gyuri bácsi. Itt nagyon. De nagyon ma amikor befele jöttem, akkor is ma álltak ezek a kocsik, mind. Állnak ezek már azóta. Jó, igen, más időben. Hát nem tudok hova leállni, addig aztán gondoltam, jövök, megtankolok. Jó. Tudom, ott szóltam én is élő állatozni. Ja, itt szoktál? Szia, Petyus! Sziasztok! Hello! Hogyha
hogy nem tudom, hogy hol lehetne gyülekezni. Na mindegy, én elindulok kifele, mert... Hát én itt megállok, van itt egy parkoló. Hát oda, ha már a Petyus van arra, akkor nem akasztunk meg senkit. Hát megyek én is fel a pályára, Gyuri bácsi, elindulok. Aztán várakozzunk ott, mert itt tényleg ilyen katasztrófa. Szia Misa bá! Köszönöm szépen, itt voltál, és tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm a 31. hónapodat. Figyeljetek már, ez a Szűz Máriára várakozik, vagy a Szent Johannára, vagy az ott az a kerti törpe, mi a fenét bográcsol? Az a pick-up-os. Szia Misa bá, hello, hello. Hát, ez, uraim, ez itt katasztrófa. Az a baj, hogy valamiért elállítódott a kürt. Hát ennek semmi nem segít. Ennek tudod, hogy mi segít? Ide előre a gajtölőre át segítene, azaz. Az a baj, hogy kikerülni se feltétlen olyan könnyedén tudom. De muszáj leszek. Mert ott az aj az nagyon-nagyon megakadt. Hát, ha eljövök és egy kicsit megoldódik. Hát, sok sikert Petyus a bejutáshoz. Menni fog. Blokkált. Én a kijövő oldalon mentem be. Ilyen blokkád alakult ott ki. Á, megjött a polícia! Korán is csatlakozik. Uraim, itt a polícia. Tudom, hogy hol lenne célszerű várakozni. Valahol keresünk egy várakozó egy Gyuri bácsi. Én kimentem a pályára, vagy mi ez. Itt vagyok. Sehol nincs ott különösképpen. Japancser, hello, hello. Válaszoltam Facebookon is, köszönöm szépen, majd írok egy posztot. Ha esetleg valakit érdekel az a fajta hagyományőrzés, amit láthattak a patarai streamekbe, mert azért járjátok az országot. Korán belé is lépett, korán ki is lépett, ajaj, valami problémája van a... Szia Korán! Sziasztok! Hello! Nem probléma van a kormánnyal. Valamivel van. Jó, hát itt nincs forgalom most. Ma a Veszprémbe lerobbant a dízelvonat a vasúti aluljáróban. Az úgy komoly. Ez úgy komoly. Jaj, nem merek indexelnem. Hát még beférek. Mondtam, hogy beférek. Könyv előtt még hajtjuk, de ugye el van havazva, most havizárás. De lesz, küldöm azt is. Jó. Hát csak azért mondom, hogyha van rá lehetőség. Mert ugye beszéltünk, hogy jövőre, ha jól tudom, és jól emlékszem, hogy adó 1%-ával is lehet majd támogatni. Aztán az meg nem lenne butaság.
Elvileg van rá, igen. Csak azért mondom, hogyha... Ha van itt valaki, aki úgy gondolja, hogy egy kis lőporra, egy kis ez az, mi egymásra, benzinpénzre, vagy valami támogatta titeket, akkor legyen rá lehetőség, nem? Pofán, mert nem vernek érte senkit. Szerintem. Úgyhogy, de a nánásin ott leszek. Sörpénz, azaz. Hát azért komoly, amit mondtál, hogy 40 liter cseh sör fogyott el, házi sör, azért az... Az a, azon férfitársaink szép álma, akik szeretik a sört, én nem vagyok oda érte. De hát, jó lehet. Na, várakozunk. Helyzetjelentés, kijutottatok? Bejutottatok? Én kijutottam teljesen szabályosan a benzinkúton keresztül forgalommal szembe. Az úgy jó. Ez volt akkor a kecskebéka hadművelet? Ajaj. Volt ott minden. Jó. Edith Gyuri bácsi kijutott, Petyus kijutott, Korán. Bejutsz? Ó, hogy a viharba le? Jó. Előbb-utóbb biztos. Jaj. Jaj. Hát nem jó féke. Ugye, marhákat viszünk, szóval van súly. Már de még föl sem vettem a poltot, de így nem nagyon sikerült megállnom. Fékerül, nem annyira jó. Hello. Jó estét. Ja, jó. Jössz, csatlakozol te is? Nem ebbe, majd a következőbe. Oké. Nem akar velünk marháskodni. Hát pedig... Ő ott jön hátul. Pedig a mai napon megmentjük a világot a marháktól. Én jobban szeretem a disznóságokat. Hát akkor vihetünk disznót is. Na most már akkor Korant várjuk. Nézzünk egy világjárvány térképet. Na. A Balkán Lokó helyen kezdett. Korant. Sikerült felvenni. Az úti cél az Jászvásár. Van Jászvásárról valaki, ha jól tudom. Nem? Mint hogyha úgy rémlene, hogy Jászvásár neve már szerepelt beszélgetési témába. Onnan megpróbálunk majd, nem tudom. Debrecen is. Magyarország felé, és utána, nem tudom, Lengyelország, egy kicsit fel a lettek, észtek, litvánokhoz, majd meglátjuk, hogy merre tudunk menni. Az első kör az egy röpkő 560 km-es táv, bemelegítő is. Úgyhogy akinek hogy telt amúgy a napja? Meséljetek valami jót. Már ha tudtok. Hűnyírás? Jól. Tartalmas nap. Ja, várj, fejtsük ki bővebben. Hát, nagyon figyelj! Nagyon jó, köszönöm szépen. Ennyi volt a mai napra a beszélgetés. Innentől kezdve mindenki dőljön hátra és hallgathatja a gépek zúgását, búgását, morgását. Ami szépen sorba jön. Tényleg, Petyus, hogy állnak a beszerzések? Elvileg itt van minden. Csak konkrétan most értem haza. Na, az jó. Milyen beszerzések vannak, Petyus? SSD meg paszta. SSD meg paszta? Ja. Na, jó, lassan indultunk, meg korán följött a pályára. Ja, ebben a pillanatban. Akkor... Várjátok, azt hagyj menjen el. Akkor indul a mandula.
V6 motor... Motort javítottál ma, Levi? Csőszta, nagyon szépen köszönöm még egyszer. Ó, ne viccelj, nagyon szívesen. Remélem nem nyúltam mellé. Na. Meg lett kóstolva? Még nem, még van a háziból. Ezt a ínséges időkre megtartom magamnak. Tényleg? A lekvárból lett már fogyasztva? Nem, de ma szemeztem vele. Az hiba az mindenhol a gyengém bármi állagban. Nem az, mert ugye a folyékony verzióját nem kóstolom, a lekvárból pedig nem vettem magamnak. Na szép. Nem, még egy adagot fogok venni, mert ugye azt viszem ki, vagy visszük ki magunkkal Németországba. Szia Barna, hello. Standot nyitok? Nem, igen. Nem. Fogadó ajándéknak. Vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani. On the buffet lesz. Elmegyünk balra, úgyhogy... Csak jön egy kamion. Nem tudom, hogy merre tart. Ruzébe megyünk, Ruse. De ez miért áll meg? Hát neki van elsőbsége. De jó. Elenged. Nem neki van. Hogy, hogy nem neki van? Hát aki bekonyarodik annak. Nem, Gyuri bácsi. Nekünk volt ott, neki volt ott elsőbsége. Jó, de hát most tudja a szabályt. Mi jövünk. Elengedi a konvojt. Nem egészen. Kivéve Petyust. Pálinka hadosztályt nem engedik. Gyere, Kord. Köszi. Tia Schwindler, hello, hello. Szép jó estét mindenkinek, sziasztok. A mai napon állatságok lesznek. Mindent viszünk, ami élő állat. De nem busszal megyünk. Várjatok, jobb oldalt van egy útszűkület. Egy ilyen feltúrás marásnak köszönhetően, úgyhogy óvatosan. Épp, hogy elfértem. De ott kell tenni, ahol záróvonal van. Hát én nem láttam a zárást, Gyuri bácsi. Én olyan nyitottnak láttam a helyzetet. Úgyhogy nem tudom, hogy milyen... De elvileg jónak kell lenni. Hát ahhoz képest, hogy 60-nal lehet menni, megy, tudom, a 100-zal. Nem megyek 100-zal, 70-nel lehet menni Gyuri bácsi, most már 80-nal. Ami még mindig 70, és 70-nel megyek. De van, megígérem, holnap estig megkóstolom. Nem, azért kérdeztem, nem kötelező. Nem is azért mondom. Csak mondom úgy kíváncsi vagyok már, hogy valaki pattintotta-e már fel valamelyiket is. Vagy egy e-mail beszámolót kérünk. Jövőre felkészültebb leszek. Úgyis reggeli lehet, hogy a töpörtyükrém. Nem kell felkészültebbnek lenni, Petyus. Ez nem háború. Az a baj, hogy kapok, és megpróbálok egy kicsit adni én is, hogy ne csak mindig én kapjak. Annak erre az a reakció, hogy akkor még nagyobbat kapok. Jó, akkor igyekszem azt is. Azt a vége már egy világháború lesz konkrétan, az adok-kapok háború. Várjál, nagymester, hogy is szoktam mondani? Valami zörgött, nem hallottam a hangodat. Na, figyelj, túl sokat vagy összezárva vele mostanában, jó? Rakjátok össze azt a gépet, azt egy darabig a környékére ne menjél. Azért nekem nem lesz jó.
Az úgy nem lesz jó, hogyha Karcsi kinevel még emberkéket. Cukol alsóvonás officer, köszönöm szépen a követést, ütköztünk, kérdez jól magad, hallod a rendőr? De az nem... Ha azt nézem, hogy ez a rendőr itt csak úgy megy. Az úgy megy, majdnem belém is vágódott oldalról. De másik is az volt. Na minek ennyi rendőr ide? Nem tudom. Amúgy itt az alsóvonás officer-öknél ilyenkor felmerül bennem a kérdés, hogy csak nem valamilyen kollega kapom a követést, vagy csak úgy jelzésérték, hogy az amúgy komoly volt, az a rendőr értette a dolgot, az konkrétan bevágott elém. Figyeljetek már, itt milyen határhoz érkeztünk, hát nem Románián belül vagyunk? Nem, én lelé mondtam, hogy Bulgáriából jön. Bulgáriában voltunk. Bulgáriából. És megyünk Romániába. Csak... Nem mondtál semmit. Én köszöntem mindenkinek, csak éppen. Én mondtam, csak le voltam némítva. Hát az már, persze, az a mi bajunk, hogy nem hallunk el odáig. Szia, Misu, hello. Hát nem mondtad. Érted? Én elmondtam, de... Én te elmondtad, mi meg nem válaszoltunk. Mi bunkók vagyunk, mi? Na, már amúgy javul a hangod, Elit. Olyan elites a hangod most már. Addig, amíg... Ha lennénítja magát, akkor igen, akkor halljuk igazán. Még úgy díjat is kell fizetni. Hát simán, Gyuri bácsi. Hihetetlenség. Ez a Labló banda, mi? Ruszei híd. Igen, az elébe én mondtam egy csomó mindent, de senki nem hallgatott meg. Ennyi. Mi hallgattunk, csak te nem hallottad, mit válaszolunk. Szia, Cukol, hello. Köszönöm szépen. Jó szórakozás. Na, figyelj csak, alsóvonás officer, csak nem valamiféle kollega vagy. Vagy kollegina. Amúgy láttam TikTokon egy tök jó összeállítást Romániáról. Nagyon szép táj részei vannak. Most amúgy rengeteg van. Van egy oldal, amit csinálja. Nem tudom, arra gondolsz, amikor én mondja, hogy ez nem... Igen. Nem tudom, Amerika, ez nem India. Igen, azaz. Mm. Már kemény 6100 órája? Az komoly. Köszönöm szépen. Figyelj, akkor megtisztelő, hogyha... Azt mondod, hogy érdemes kollega vagyok arra, hogy faragtál nekem egy falovat. Hát szép ország ez a Románia csak. Csak Románia. Én mindenkit megbecsülök. Akkor rád is igaz az a kérdés, hogy maga egy streamer? Hoppá, Gyuri bacs! Hova sietted? 36 tonna az össülyöm, szerintem egy kicsit fogyókúrázni kellene. Halljátok, valami rubintrékás, vagy nem tudom, valamilyen fitness kazettát itt be kéne tolni itt a marhákhoz, mert kicsit túlsúlyos. Én 39. Hát jó, de neked dupla tengered van, Gyuri bácsi. Hátul. Én szimplával jövök, alapból nehezebb a vontatód. Nem tudom, én ezt a sima egyszerű egytengelyes verziót sokkal jobban szeretem. Ja, nem streamelsz, azt hiszem az RTS-re gondolom. Nem, a streamelése, de... Mert nekem nincs 6100 órán benne, Cukor. Nekem az nincs benne. De 6100 óra az amúgy nem kevés, azt kell, hogy mondjam. Jó, elég idős hozzá játék, hogy azt simán össze tudsz edni, az úgy stimmt. Azzal ott nincsen probléma. Figyelj, tehát évi egy ezres, az azért az nem gyenge. Ó. Károly, nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm a
az ezrest a németországi útra, de miért nem jelzi az alert, vagy jelezte nektek? Az a baj, HP-val le fogok ülni, azt normálisan megcsináljuk a dolgokat, mert ez a Twitch alert, ez nem gyere be. De nagyon-nagyon szépen, nagyon-nagyon szépen köszönöm az ezrest. Tudod, Németország, vagy Németország előtt meg odaállsz a kútra, aztán majd fizetheted. Mert ugye az a lényeg, hogy e hónap, mert ugye már ebbe a hónapban vagyunk, e hónap végén a Rec Centerrel nyakunkba vesszük az Ibizát, és kisétálunk vele Németországba, Ibizára, meglátogatjuk Zelstorert, utána pedig kimegyünk Lauingenbe, a FarmCon 23 nevezetű eseményre, programra, úgyhogy betekintést nyerünk egy kicsit a Deutsche Fahr központba, megnézzük, hogy mit hoz a jövő a farming szimulátorban, és a többi, és a többi, és a többi. Nem tudom, hogy mi lesz még az eseményen. Egy, nem beszélni németül. Jána tűrjük. Jó, hát az NDK-s felnőtt filmes német nyelvtudással sokra nem fogsz menni. De nem is ez a lényeg. Úgyhogy ott... Figyeljetek, már az oszlopokra jelez a holtérfigyelő. Az komoly. Na, szóval, úgyhogy majd ott kiderül, hogy mit fogunk látni, azt megpróbálom közvetíteni, nem tudom közvetíteni. És feldolgozzuk. Ajaj, 90-es tábla van kitéve, de ez ilyen útszűkület. A szélső sáv megszűnik, uraim. 50-es tábla. Hát csak a görkorosodtak. Persze, hogy ne. Meg a bulldozereseknek. Nyelvtudás miatt? Ja, azt mondod? Hát az nem kellene összeszedni semmilyen büntit. Nem sokára érkezünk Bukarestre. Ja, meg ne felejtse el senki, vasárnap sorsolás. Mind a szubosok, mind pedig a csatorna tomboló van résztvevők, jelentkezők között lesz majd sorsolás. 2x10 euró, meg ilyen játék csomagok. Azt majd mindenki eldönti, hogy melyikre jelentkezik. Ajaj. Nagyon, nagyon kedves vagy. Azzal a pár fogpiszkálóval a hátad mögött öröm volt meg el. Mi történt? Melyik a Putyis bács? Én nem kaptam 1%-os se. Én se. Akkor, szuper. Na. A kalácsek lag volt. Az a baj, muszáj vagyok megállni. És tudjátok, létezik egy olyan követelési távolság. Hát, nekem meg volt. Illik betartani. Egy méter. Egy volt csak. Csak elkopott, vagy mi? Nem. Elinflálódott, azt mondjátok? Elit vincs eljött, aztán nem tudod fékezni. Vincs eljött, jaja. Na most... Nézd meg! Na mi történt? Mit kell nézni? Valaki látta ezt? Már mit csináltál? Kijött elémbe az autó, és szinte felborultam. Na, aggódj, engem is megtört. Jó étvágyat. Köszi. Ezt úgy szeretem, ezt a... Köszi. Előtte olyan magjágyú felnevetsz mindig. De nem feledjük. Finom volt a fogácsa. Finom volt a fogácsa. Finom. Hát még a linzer. Linzer? Jaja. Remélem már fogyott. Micsoda? Hát az a linzer, vagy keksz, vagy bármi.
Elfogyott, igen. Még van nekem akkor egy darab. Elfogyott bizony. Hisztem is, hogy 2 kiló. Bocsánat. Semmi baj. Semmi baj. Petyuségat már nem tartom szem előtt, mert akkor még 5 kiló felmászik. Mert az meg tömény cukor. De nem baj, köszönöm szépen. Egészséget. Nem hagytuk senkit, hogy kiszáradjon. Hát az már én az első nap elpusztítottam az összeset. Még nem rakták a cukorháztartásod. Az rendben, jaj. Lemegyünk jobbra. Figyeltek el, itt lassítani kell, mert... Tudod, ez nem ilyen kézifékes... Need for Speed-es kanyarbevételre... kell készülni, szépen nyugodtan. De amúgy jó volt mindenkivel személyesen találkozni. Sőt, igazából az így meglepetés is volt nekem, hogy sokkal több embert ismerhettem meg, mint amire igazából számítottam. Ez így meglepetés volt nekem. Remélem sokkal több ilyen eseményre tudok majd elvánszorogni. Eljutni, és akkor több őtökkel tudok majd még találkozni. Mert azért megint másabb, amikor ugye az ember tud egy nick nevet, aztán így estéről estére beszélget. Az amúgy meg főképp vicces, hogy szia, nem tudod, hogy ki vagyok? Hát nem, honnan a lótúrosból tudnám. Ha mondanál legalább egy nevet, akkor tudom. De hát ez a szép az egészben. Az augusztus az ilyen téren mozgalmas lesz. Jaj, nem kell indexelni. Augusztus az ilyen téren mozgalmasabb lesz. Mert augusztus első hétvégéje hajdunánás, a hajduk világtalálkozója. Pancserék is ott lesznek. Illetve augusztus második szombatja. Ugye az még 12-dik, akkor pedig Hajdúszoboszló, ott pedig kamionos találkozó. Várját, majd úgyis elmondod. Tervezik el a naptáromat, tudod. Jaja. Hát figyelj, szállást tudok biztosítani. Hol lejössz? Ja. Mert ugye mind Hajdúszoboszló, mind Hajdunánás nincs olyan távolságra, ugye ott könnyű elmozogni. Most Petyut is ott hagytam egyet. Nem, semmi gond. Ilyen téren mozgalmas lesz. Ilyenbe a belépőm azt elfelejtem mindig. 1-9-ig. Nehéz. Nehéz. Ó, nem raktam bele a nagy A betűt, nem mindegy. Ugye a nagy 9-est. Most már lehet menni megint 80-nal. És hova mentek? Jászvásár. Jászvásárra megyünk. Megint 50-es tábla. Az a pillanatok, hogy Brasson keresztül mentek? Vagy ott a határ mentén? Most jöttünk el Bukarest mellett. Az úton megyünk, Arcsi. Galacs. Igen. Galacsi mellett mentek, jó. Azaz. Köszönjük oda.
Mondom majd én a román neveket, jó? Jó, mondjad. Egyet én is tudok. Ceausescu. Nem személyeskedünk. Jó, de hát ő már csak ilyen történelmi személy. Aztán vagy ki szerette, vagy ki nem szerette. Na ugye a személyi kultusz építése mellett egyértelmű, hogy vannak olyanok, akik szerették. Drumbun? Mi a Drumbun? Sanyi. Jó utat. Ó, köszönöm szépen. Én annyit tudok románul, hogy se fasz puláme. Hogy? Se fasz puláme. És miért káromkodsz? Van egy cég, aki szokott átjárni hozzánk. Adriánnak hívják a sofőrt. Amúgy Conti stíl, vagy valami ilyesmi. És ha nem jó valami, akkor ő szokta mindig mondani, hogy Cefas Pulán, meg Conti problem. Nagyjából ennyi a kommunikációs készség. Meg a minden más azért a nemzetközi kézzel-lábban mutogatás elvén működik. De amúgy jó fej. Egy időben keveset láttuk, ugye a Covid alatt nem nagyon járt, de régen hozott mindig percet. Ilyen jó kis sós percet, az jó volt amúgy. Na így pont jó, látom mind a két tükröt. Ez amúgy ki fogja égetni a periférikus látásomat, az, hogy abba a tükörbe mindig fel fog villanni egy táblára, vagy bármi ilyesmire a holtér figyelő rendszer. Amúgy kivilágítva így néz ki. Nem is annyira gáz. ...254 km-re vagyunk az úti céltól. 301. Csak a tétedik, látási viszonyok jók. Száraz út elé nézünk. Egy 70-es tábla. Várjatok. Városba érkeztünk, Lancsába. Vagy Lanca. Vagy Lanka. Nem tudom. Padlógáz, mert elhagytuk az 50-es zónát. Lehet haladni. Amúgy kíváncsi leszek, hogy valamikor eljut-e a játék arra a szintre, hogy a városokat nagyon-nagyon kibővítik. Szerintetek lesz olyan? Szerintem nem. Na most a grafikának fekszenek neki. Ja, vannak már egy-két város, ahol bővítettek. Külön mapokat csinálnak városokról, például van Párizs, egy per egyes nagyságban. De azt külön modellok csinálják.
Hátteres tábla. Nem, mert azért egy ilyen, még ha nem is annyira engedik be, de azért egy ilyen nagyobb városi feeling amúgy nem lenne rossz. Egyszer Bukarestből mentem Parajdra. Ne tudd meg, milyen szerpentines úton lehetett menni, vagy kellett menni. Hát akkor átjött Jani Fater Brassó fele. Na, úgy kell jönni. Egy Brassótól mentél. Tovább. Érdekes. Zsivány elhagyta a Discord szervert. Miért? Ajaj. Baj, 50-es távra van. Megrepeztek 60-nal. Meg kell jönni balra. De rendes. Ilyen jól neveltek az emberek a környéken, mindenki lemond az elsőbségéről. Gyanúsít nekem valami. Ennyire rossz hírem lenne, hogy ismerik a kamiont és húzódnak le. Na, Brassó belvárosát is megnéztem 40 tonnás vassal. Az úgy élvezetes lehetett. Nagyon szép amúgy Brassó. Hát jó, csak nem hiszem, hogy egy 40 tonnás szerelménye. Hát szerintem még úgy is szép. Még úgy is szép? Amúgy Brassóban nagyon szélesek az utat, tehát Brassó szinte belvárosa, szerintem ahol ő ment, van egy 6-sávos út. Hát jó, de nem mehet tehát el. Tehát 3-3, úgy értve. Ha, jó, de nem mehet egyszerre 2 sávba. Mehet csak. Brassó Romániának a fényköve, mert Brassó nagyon, de nagyon halad. Megúszta büntetés nélkül. Jászusom, ezt a kacskaringós utat. A körforgalmat. Lacsi fele kell kijönni, vagy hogy kell ejteni? Lassi. Lassi? Yes, igen. Figyelj, Pepének se sikerült megtanítani egy szerbül. Neked se fog menni románul. Azt várom, hogy mondom. Pedig Pepe próbálkozott sokáig. De itt jó sokat jövünk városon belül. Piros a lámpa. Ház zöld a lámpa. Ez nekem nagyon gyanús. Elengednek, mikor ideérek. Akkor vált zöldre a lámpa. Szur ez nekem. Valakinek kell tankolni, van benzinkút. Mert az, hogy belúzok egy kis nyálér. A másért nem lekvárért.
2100, de nem az más. Egy. Elég kellemesen besötétedett. Köszi, Petyus. Viszont javították a háttérre érkező fényt, mert Gyuri bácsi teli reflektorral jön, és nem világít be a fülkébe. Annyira. Hát már elég volt. Mert lemaradtam, de hogy nem bevilágítasz? De volt egy-két évvel ezelőtt ilyen fény update, meg javították a fényeket a játékban. Hát annyira nem sikerült, mert nem játszunk két éve a játékkal, és még eléggé komolyan bevilágít a fülkébe. Hát a közel megy az ember. Na, már csak ezt hiányzott. Elkezdett esni. Elrontották? Nem javították a... Hampázott a rendőr, de van neked. Nekem? Igen. Pedig vagy Gyuri bácsinak? Lehet Gyuri bácsinak. Gyuri bácsinak nekem ugyan nem, mert ja. Én nem vagyok távolságival. Gyuri bácsinak akkor. Gyuri bácsi jár a kamionja elején a nappal. Hát, miatt én fogom itt kapcsolgatni, ha minek? Elromlik a kapcsoló, mi? Persze. És drága, mint a BMW-be. Nagyon fura 50-nél csorogni. Na tessék. Látjátok, bevilágít. Ja, már itt is esik. Bocsi, pedig próbáltam lassan lassítani. Nem, csúszik. Esőbe csúszik. Érdekes, hogy a Michelin gumi a legjobb esőgumi, gyakorlatilag ahogy felteszed, olyan, mint hogy a korcsolyára ültetted volna a gépet. Maradjunk annyi, hogy nem nagyon akar gyorsulni. Hoppá, fényképeznek. Ez jó lenne, a villámlásokat is megcsinálnák. Hogy? Akkor ízén jönnének a villámok. Hát annyira nem lenne jó, mert biztos, hogy belénk csapna először. Nézd. Várja, valami történt a mikrofonoddal korán. Villámlási effekt van? Na most itt nem villámlik. Nekem villámlott. Meg én is sem látom. Na nálam még nem is esik, úgyhogy még én jó vagyok. Hát akkor hova villámoljon? Derült tényleg ég... Na, derült égből villámcsapás Gyuri bácsinál. Az jó, Tománál esik, nálam esik, Gyuri bácsinál közében nem esik. Gyuri bácsi másik dimenzióban van elit. Alternatív világban van. Jaja. Jajajajajajaj, nagy szerpentin! És kő van a... Óvatosan. Ez itt majdnem borulás lett nekem. Hát a hátsó kereked a levegőbe volt. Sejtem. Na most kezdett el esni, nem? Nem is az, sötét van, azt nem lát... Nincs... kanyarkövető fényszóró, és nem látom a kanyarévet. Ez szörnyű. Nem kanyarodik az autó? Nem tudom, hogy hova kanyarodjon el itt.
mert ugye kanyarodok, hogy követtem az évet, és ugye oda nem világít be a lámpa, és az egy sötét zóna. Igen, amúgy az kellene, kanyar követő lámpa. Sok minden kellene abban a játékban. Nem, távolságot kéne kapcsolni, és akkor már az is sokat segít. Meg azért megszabad röpizsákolatni ez a lámpa igazán. Hát az licenszdíjas, tudod? Elit az aladi vasúti ágy... Már ki lehet kerülni. Gondolom még mindig olyan rossz, de már ki lehet kerülni autópályába. Tudom miről beszélni, Fatel. Fú, ez az olyan, hogy amikor hazajössz külföldről, és így megcsap az aradi vasúti átkelő, az olyan, hogy na megérkeztünk. Hát az jó helyen vagyunk. El mi a baj vele? Hát az, hogy általában mindig dugó van nála. Ja. Egy nagyon rossz átkelő. Nem. Nincs. Mit adod a táskából a magyarót? Táska, Márta. Táska. Mindjárt átugrok. Köszi. Yes? Aha. Nullával tudsz átmenni rajta? Ez úgy jó. Hát kanyar is van, meg nagy emelkedő. Serpentin jön megint. De most már van pálya, ki lehet kerülni. De eleinte én is rengeteget jártam azon. Fegyúsnak nem szabad arra járnia. De csak hogyha alagútban megy a gumat. Jaj, mert eltévednek. Kocsusnak akkor egy ilyen... Vasúti átjáró. Az... Úgy tényleg, amikor megyünk Németbe, megyünk át egy pár alagúton, majd gondolunk rád, Petyú. Na már. Menni kell át alagúton. Hát, pár hegyen át kell menni, hogy oda jussál. Arról nem volt szó. Sajnos a németek voltak olyan okosak, hogy nem fölfele vitték, hanem rajt keresztül. Na. Akkor minden alagút előtt megállunk, azt elmondunk egy imát. Akkor se értek oda. Ja, van neki, hát két kijárata van. Úgyhogy nem kell félni. Há jó, Gyuri bácsi. Egyiken ki tudsz jönni. Ja, ha máshol, ahol bementél. Na milyen szerencsém van, rám szakad. Akkor ott már beszakadt volna rég. Piros a lámpa. Zöldölünk. Merre mentek tovább? Végén majd balra. Már az út vagy. Nagyjából oda, ahol te vagy. Jó, akkor nem megyek tovább azért. El kell menni balra. Jó.
Köszi. Ki segített neked ilyen szépen befejezni a manővert? Ez mi volt? Kanyarodtam és belém jött valaki. És fel lettem borítva. Gyuri bácsi? Ő eltűnt, vagy nem? Itt van Gyuri bácsi. Nem az Arsztorán. De figyelj, úgyis tudod, hány alagúton kell átmennünk, hogy odaérjünk? A négyen kívül. A rakománynak a 3%-a összetört. Szia az Arsztorán. Na, ilyenkor mit tudok csinálni? Hát, hogy most abban viszem. Hát szerviz ide, gondolom. Elfitte. Itt vagy Gyuri bácsi?